Szeretettel köszöntelek. Dr. Korankai Bertalannal beszélgetek, aki pszichiáter, zen, buddhista, és még sok minden mással foglalkozik. Szeretnélek egy picit az életedről faggatni. Hogy kezdődött? Hogy lettél pszichiáter? Hiszen amikor te megszülettél, akkor azért még ugye a pszichológia, a pszichiátria eléggé, főleg Magyarországon még nem volt azért annyira előtérbe helyezve. Igen, hát diákkorunkban, ugye 44-ben érettségiztem, nem is hallottam a pszichiátriáról különösebben sokat. Vagy biológus akartam volna lenni, érdekes módon halbiológust a Tihanyi Kutatóintézetbe. Ez olyan 17-18 éves koromban volt. És akkor közben jött a háború. Na és akkor katonaság, amerikai fogság, és egy viszonylag jó táborba kerültünk egy idő után, ahol civilek is voltak. Tehát egy ilyen gyűjtőtábor volt, ahol a magyar civileket nem, sokan menekültek, nem csak katonák, hanem civilek is, és egy nagyon jó értelmi szintű társaság gyűltött össze, mindenhonnan összedették ott a zónából az embereket, és ott került kezembe a Bröntonnak egyik könyve, a Felsőbbrendű én. Felsőbbrendű én, igen, igen. És akkor azt elolvasva és beszélgetve a Filosz tulajdonosával, mert kölcsönkaptam egy egyetemistától, én akkor első éves, elkezdtem az első évet 44-ben, csak úgyhogy félbeszakadt, és akkor erről beszélgettünk, és fölkelt az érdeklődésemet, hogy ez hogy is van. Na most ez nem volt teljesen mondjuk új, mert a nagybátyám meg egyik nagynéném az foglalkozott ilyen témákkal, úgyhogy én már olvastam akkor Baktait, meg Chuang Tse, meg amik megjelentek annak idején a háború előtt még. Tehát így bizonyos mértékig tájékozva voltam a filozófia, keleti filozófiákról, de ez egy ilyen lökést adott. Na most akkor még mindig nem alakult ki bennem, hogy ilyen föltétlenül pszichiáter leszek, de én másfél évig voltam kén. Én 46 májusában jöttem csak haza. Hát ennek aztán később következményei voltak, mert ugye ez túl volt a tolerálhatóan szerintük az akkori hát politikai rendszer szerint, de mindenféleképpen hát sikerült fölvételt nyernem az orvoskarra. Na most ez abból adódott, hogy a apám is elkezdte az orvoskart, és ő 3 évet elvégzett, és aztán utána abba kellett, hogy hagyja. Na most volt egy ilyen forrás tehát, hogy apám most a családból indult ki, és akkor na, hát hova jelentkezek, és akkor a unokaugommal beszélgettünk erről, hogy hogy is legyen, meg mint is legyen, és hát ő mondta, hogy ő gyógyszerész lesz. Hát, akkor még ugye a Pázsbány Péteren együtt volt mind. És akkor én mondom, hát akkor én is jelentkezem, és hát akkor mi legyen, pszichológia, legyen orvosi, és akkor onnan majd meglátom, hogy hogy fog alakulni. És akkor beiratkoztam első évre, simán fölvettek, ugye ciszterci érettségivel, jó érettségem volt, úgyhogy fölvettek, és akkor elkezdődött. És érdekes módon, ez szimpátia, vagy nem is tudom micsoda, összeverődtünk 3-an, 4-en, 5-en, akik így ilyen elvont témák iránt is érdeklődtünk, elsősorban a pszichoanalízis irányába. És akkor nézve ugye a prospektust, amit a Pázsbány Péter kiadott, a magántanári kollégiumokat végignézegettük, és na, itt van a Hermann Imre, a Wartner Pál, Klimes Károly, meg ezek a... Hát vegyük fel. És akkor fölvettük első évben ezeket a pszichoanalitikusokat. Hát ez nagyon-nagyon érdekes volt, és nekem nagyon tetszett, különösen Ferenczi fogott meg, és akkor elkezdtem a Ferenczi könyveket gyűjteni, azok még a régi Dikmanó kiadás, az, akkor mind meg lehetett kapni, antikváriumokat. Muzeális értékek. Muzeális értékek, és akkor még nem volt ez a könyvvégetéses, vagy a könyvbetiltásos dolog. Úgyhogy ezek viszonylag olcsón meg voltak, kapatok ilyen saláta példány, meg mi egyéb is. Hát Ferenczi után, aztán pedig, hát ugye Freud jött, és akkor utána, hát ugye
Ugye beszélgetések során mindig elmentünk biliárdozni, ott a medikus kör környékén, meg a ülőjút környékén sok ilyen kis kocsma volt, és a Rex biliárdozás, meg közben nagy dumákat lehetett lefolytatni, olcsó, meg ilyen, akkor ilyen stanisliba, ilyen krumplízéket adtak, és azt ott filérekért fogyasztottuk, és közben világ megváltó eszményeket ugye cserültünk ki, és akkor, hogy hát ugye a pszichiátria. Akkor fölvettük Angyal professzornak a lélektan és a korlélektan határterületeit. Na most itt aztán már kapcsolódott a lélektan, korlélektan, pszichiátria, és hát egy karizmatikus ember volt az Angyal Lajos. A klinikán akkor a pszichiátriai és neurológiai klinika még egy volt, tehát az igazgató a Horányi volt, és az Angyal volt a helyettese. És hát megszerettette velünk a pszichiátriát, bemutatásokat csinált, ott volt egy kis osztálya, ahol olyan nevek voltak, mint a Csorba, volt a tanársegédje, aki később főpszichiáter lett a Honvédségnél, akkor a neurológus professzor lett, az volt a gyakornok, a Csanda Bandi, szóval nagyon jó garnitúra volt, és oda bejártunk, hát ketten jártunk be az Angyal profhoz. Miközben aztán ezek mentek, akkor még a Klimes Károly is neurózistant oktatott, úgyhogy náluk kollégiumokat hallgattuk, kolokválgattunk két éven keresztül, úgyhogy két éven keresztül mindegy megvan ezekből a kollokviumunk is, és akkor ezeket megszüntették, 48-ban eltörölték, ezt jött ez a kollektív tanulás, tanulókörök, meg kutyafüle, úgyhogy nem lehetett ilyen előadásokra járni, sőt, akkor még jött az, hogy hát én nyugatos voltam, és hát mint ilyen, hát kvázi megbízhatatlan, és hát nem vettek fel először, Baló meghívott a kormosztok gyakornoknak, a kis tiltakozott, nem. Ez nem volt baj. Kijártunk az Angyalföldre a Hajcshoz, Hajcsemnyelőre, nem tudom, hallottál előtt, igen. Volt a pszichiátria szentje. Igen, nagyon nagy volt. Név volt, igen. Egy közleménye nem volt, és a sztori az, hogy a Benedek volt akkor a budapesti professzor, az első református professzor a Pászban Péter Tudományi Egyetemen, és amikor mondták, hogy de hiszen egy dolgulata sincs, és azt mondta, hogy éppen ezért, mert ez a fejlett kritikai érzékére utal, és nevezik ki Angyalföldet orvosnak. Úgyhogy ez egy csodálatos ember volt, nőtlen, és ott szinte ott bennélt. Hát ez a két nyár, amit beletöltöttünk a barátommal, az meghatározó volt. Éjjelben maradt egy betegek mellett, meg nem. Na mindegy, szóval. Ezután az a lépés következett, hogy jött az igazoló bizottságnak a működése, és akkor engem nem igazoltak le, úgyhogy kényszerűen távoztam, mert én nem szöktem meg. Ez volt a sztereosztépia, és hát ugye hát egyrészt egy fél évre kitiltottak az egyetemről, másrészt kitiltottak a klinikáról, nem volt szabad bejárni délutánonként a pszichiátriai klinikáról, és amit persze hát hátsó ajtókon keresztül meg lehetett oldani késő délután, mert akkor már nem voltak benne ezek a ilyen, hát, hogy is mondjam csak, hát szóval ezek a azok az emberek, akik igen, a funkcionáriusok. Funkcionáriusok, igen. De szóval így telt ez így az idő, hát minden így jól ment. Csak el tudtam végezni, egy év kihagyása, mert kereszt fél év akkor már nem volt, ki kellett hagyni egy évet. És aztán akkor már az irányultságom az egyértelmű volt, mert akkor már pszichiátriai könyveket is olvastam, meg minden ehhez hasonló. És hát akkoriban még nagyon jó, ezek nem kerültek tilalmi listára, ezek a nagy pszichiátriai, nagy handbuchok, német handbuchok, mindegyiket meg sikerült szerezni. 3-4 ilyen volt, amit mindenkinek el kell olvasni, aki pszichiáter, ugye nem csak a Blailert, a Jaspers-től kezdve a világnézetek lélektanát, meg ilyesmi. Úgyhogy én mondjuk negyedéves koromra eléggé tájékozott voltam ilyen téren is. De ez nem csak a magántanári kollégiumok, hanem ugye a saját érdeklődésem miatt is. Úgyhogy amikor szigorló voltam,
akkor már biztosan tudtam, hogy pszichiáter szeretnék lenni, és akkor a elmeklinika meghirdette a egyik pályázatát a skizofrénia strukturanalizéséről, ezt most nem tudom, hogy hívják, de akkor pályadénak hívták, és akkor én beneveztem, és hát a Klimesnek a tanácsai, és a Angyal professzornak a tanácsai révén megnyertem az első díjat. Na. Tehát ez akkor írtó nagy szó volt, na, és jó. Még ráadásul 300 pengőt is, vagy akkor igen, 300 pengőt is kaptam, ami akkor marha nagy pénz volt, úgyhogy örültem neki. És ezt követően ugye ember ledizsgázott, lediplomázott, és hát ugye természetesen pszichiátriára akartam menni. Hát ez, a minisztériumban akkor ugye volt egy ilyen elosztó bizottság, és ők mondták meg, hogy hova lehet menni. Bementem, elmondtam, hogy ilyen pszichiátriában eléggé járatos vagyok, meg itt vannak eredmények is, meg mi egyéb. Na, hogy nem, pszichiátriára nem mehet. Hát miért nem? Hát mert ideológiailag ugye nem megbízható, és a pszichiátra egyébként is olyan izé, hogy ott ideológiai félrecsúszanások, nem lesz alkalmas arra, hogy a fiatalságot nevelje meg mi. De miután kitűnő tanulmányi eredményei voltak, belgyógyásznak Budapesten is itt maradhatok. Azt a kutyafáját. Hát mondom, én belgyógyásznak nem akarok itt maradni. Na, akkor elmentek, gondolkozom, mondták. Gondolkoztam, visszamentem, mondtam, nem megyek belgyógyásznak Budapestre, én akkor inkább elmegyek vidékre is. Erre azt mondja, hogy van egy megoldás. Nem micsoda. Az, hogy a államvédelmi hatóságnak van egy szanatórium része, akkor a felső erdősoron vagy hol, hogy oda mehetek, menjek, bejelentkezek ott a főorvosnál. Hát, bementem. És mondja, hogy hát így különböző perspektívák, mi, és akkor ez ilyen katonai rendszabályok. Mondom, köszönöm szépen, akkor én ezt nem vállalom. Hát hogy miért nem? Mondom, egyrészt az nyugatos voltam, másrészt példák vannak előttem, hogyha eltörik egy tányér, akkor azt mondják, hogy ugye az ellenség keze, úgyhogy én ezt nem vállalom. Azt mondják, akkor behívatom katonának. Jézus! Hát mondom, azzal nem tudok mit tenni, de értse meg az én érveimet, én nem szeretnék katona lenni, és nem szeretnék a belügyminisztériumnak dolgozni. Te azt mondja, jó. És akkor elengedett. Nem hívtak be. Nem hívtak be. Akkor bementem a Zavarpalióza minisztériumba. Ez egy nagyon rendes ember volt egyébként. Mondta, hogy hát tehát vidékre mehetsz Gyulára, Tatára, meg Miskolcra, de Miskolcot ajánlom, mert ez egy kultúra, oda lejárnak művészek, minden, és akkor így kerültem Miskolcra. Most Miskolcon ugye ott majdnem 4 évet töltöttem, ott a pszichiátria, a neurológia, ott készültem fel a szakvizsgára, meg minden. Az egy nagyon nagy forgalom osztály volt, ott az osztályos orvosok csinálták a szakrendelést, a ideggondozás, a minden ott kézbe volt tartva. Nem volt rossz rendszer. Na mindegy, hát én fel akartam jönni Pestre természetesen, de hát nem lehetett, mert megyéből kijönni nem lehetett. Borsodaba, az védett megye volt, aki ott volt, ez ott volt, ott nem az volt, egyébként nem is volt egy kecmec. Híres megye igen, volt. Igen, igen, Baz megye, egy híres megye volt. Na most jött el 56. Jött el 56. Fölfordulás, minden egyéb. Kérlek szépen, kórházigazgató lelépett, egy AVH-s volt, mint kiderült, a gyerekgyógyász főorvos szintén besugó volt, aki a fiatalsággal külön foglalkozott, mindig az ebédeknél vicceket mesélt, meg kérdezte a véleményt. Szóval csoda sok minden derült ki, mert tudod, akkor kiadták igen, a kárderjelentéseket, meg mi. Akkor derült ki, hogy a tankörből is ki volt a besugó, meg ehhez hasonlók. Szóval mindegy, ezeket én megsemmisítettem fürele felle, amikor ezeket megkaptam. És aztán írtam a Gimesnének, aki a Lipótnak volt az igazgatója, pszichoanalitikus, és vele én viszonylag volt kapcsolatom. Igen, jártam hozzá föl Miskolcról ilyen szupervíziós izékre, és így mennék pszichiátriára az osztályára. És akkor nagyon rendesen, ez még januárban volt, tehát 57. januárban. És akkor írt vissza, hogy sajnos pszichiátriára nem tud fölvenni, mert most nem lehet, nincs hely, de alakul egy neurózis osztály a Völgy utcában. Ha akarok oda nagyon szívesen föl, aztán majd, hogyha lehet, akkor fölkerülök a skizofréniát, tanulmányra ezt folytathatni. Mm. Na mindegy, nem kerültem föl aztán, mert közben 56-ot Gimest
kinyírták a mamája, az öngyilkos lett a Gimesnél, úgyhogy nagy váltások történtek. Úgyhogy én maradtam a Völgy utcában 12 éven keresztül. Hát az is egy ismert hely volt azért, tehát mi is most így, akik mi így fiatalabbak, így visszanézünk, azért a Völgy utca is egy hát, hogy fontos hely. Hát az volt akkor a legjobb osztály, igen, a Trupa, a Vikár György, Dolgozatot, Lincényi, Adorján, akkor a Vajda Gyuri, mind a nagydékusan orientált emberek voltak, a főnökünk pedig egy idegsebész volt, aki meggyőződéses, ilyen úgynevezett parasztkommunista, ilyen karcagi legény, vietnami, igen, vietnami, koreai hős, akkor volt a koreai háború, és ő ott volt idegsebész. Én. Úgyhogy nagyon jó be volt srájdolva, és ő ezért kapta meg idegsebész létére a osztályt, a neurális osztályt. Na most ő nem volt támadható, mert ő egy kvázi szent volt a párt szemében, hogy árnyékában lehetett nyitni egy olyan szobát, ahol csak skizofrén betegek voltak. Egy nyolcágyas szoba, ahol fiatal elsősúbos skizofrén betegeket tudtunk fölvenni, ilyen 18-22 éveseket, és az én kezembe volt. És ez végig így ment. Szóval a skizofréniával én továbbra is tudtam foglalkozni. Hát mellette persze a neurózisokkal, egy pszichopatológiai esetekkel, mindenfélével, amiben ma azt mondanák, hogy sok borderline, meg ilyesmi. Na mindegy, 12 év után bejött egy olyan rendelkezés, hogy lehet másodfőorvost kinevezni. Én fölmentem az igazgatóságra, a Lipóton, hát egy óriási, ugye ott mindenféle volt, és mondtam a pártitkárnak, mert ugye az volt a tótum faktum, hogy hát én nagyon szívesen beszállnék valamelyik neurális osztályra másodfőorvosnak, mert vannak ugye, akkor már Lipóton is voltak eredményei, meg közlemények, meg mindenféle. És mondja a pasi, hogy hát várjál csak, hát nem, ott a neurológus osztályokon nem lehetne pertolni, tiltakozott, a Tokajnak meg volt a két embere, de van egy osztály, ahol nincs pszichiáter, főorvos, a tüdő osztály, elmetüdő. Hát, atyám, nem ez volt az álmaim, ne továbbja. Na de hát oda, ugye ott behúztak ott rengeteg alkoholista, skizofrének, az ország minden részéből, aki tüdőbeteg volt és elmebeteg, azt odahozták. Tehát ez egy viszonylag forgalmas osztály volt, csak ugye a TBC. Hát ott igen. Kaptam is egy krónikus bronitiszt, úgyhogy ez elhúzódott még sokáig, mindenki megkapta egyébként ott. Borostó mindenhol. Na most 4 évig dolgoztam ott is, majdnem 5 évig, és akkor megörösödött egy hely Pomázon, és azok ugye ott a Gálfi Béla, aki bejárt törvényszéki szakérteni, meg ehhez hasonló funkciói voltak a Lipóton, azt mondta, hogy te gyere, pályázd meg a Pomázit, a Budakalászi osztálynak a főorvosi állását. Én szépen ez simán ment. És akkor kikerültem Budakalászra, az egy 81-as ilyen férfi-női osztály volt, egy ilyen szinte, azt lehet, hogy olyan volt, mint egy ilyen, hát ilyen alföldi tanyaépület, ilyen épületkomplexus, egy nagy földszintes épület, ilyen V alakú, és akkor egy modernebb, ilyen egyemeletes, akkor ott... És ha jól emlékszem, a nyugdíjazásodig ezt vezetted, ugye? Nem. Ott két évet voltam, és akkor a Gálfit nyugdíjazták, az igazgatót. Ja. Na, és akkor hát közfelkiáltással engem választottak meg igazgatónak. És azt jelentette, hogy nem csak a betegellátás, hanem a nagyvállalatot is kell vezetni, ami egy nagy agronómiai komplexus volt, ipari létesítményekkel mindenfélevel. Én megmondtam, de én ehhez nem sokat konyítok, mert eddig költségvetési intézetben dolgoztam, de az, hogy kitermelni a dolgozók bérét, meg ilyesmi, hát ez tőlem elég idegen. Nem, azt mondom, nem baj, majd megtanulom, mert hát ugye. Hát mindegy, szóval ezt a párt is támogatta. Annak ellenére, hogy megbízhatatlan ember voltam. Engem nem bántott a párt, ők jó szakmai vezetőt akartak, és hát eljött a pártitkár, hogy hát lépjek be a pártba, hát mondom, ne vicceljem, Piruska, hát 50 éves koromra, 50 éves voltam, akkor nem fogok belépni a pártba, eddig jó voltam, akkor most már jó leszek. Hát tudja ő, de hát csak el kellett neki jönni, hogy szólítson fel, hogy hát ha mégis, hát mondom, nem. Na mindegy, szóval nem szólt,
ilyen értelemben nem bántottak. Pártvonalról több erőszakoskodás nem történt, csak tudtam csinálni a szakmaiságot. Csináltunk terápiás közösséget, hát amiatt, amit kellett, és hát ilyen módon 75-től 85-ig voltam Pomázon. Na most ugye közben különböző ugye, tudományos értekezletek, meg pszichoterápiás hétvégék, meg ilyesmik ugye voltak. És az ember úgy tudott tájékozódni, hogy a szakmának tulajdonképpen mik is a problémái. És akkor így kialakult többünkbe, hogy külön kéne válni a neurológiától, mert úgy volt, hogy egy pszichiátriai és neurológiai klinika, ami külön szaklapja se volt a pszichiátriának. Úgyhogy így a vidéki professzorokkal, meg a Tiringer Lacival, a Osvárttal, meg egy-két ilyen ismert figurával, hát hogy elkezdtünk ezen dolgozni, hogy elválhassunk a neurológusoktól. Hát masszív ellenállás volt, úgyhogy ez 2 évig ment ez a brusztolás, hogy különválni, nem különválni. És akkor a végén a Juhász profnak köszönhetően, mert ő nagyon jó besrajbolt ember volt, sikerült különválni. És akkor indult be a Magyar Pszichiátriai Társaság, aminek alapító tagja lettem ilyen formán én is. És hát ugye, miután a Pomázi Intézetnek voltam az igazgatója, az a második legnagyobb pszichiátriai intézmény volt, Nagykáló, Lipót, harmadik, de a Lipóttal ez változó volt, mert mi följöttünk, ugye volt 4 osztály Pomázon, ugye Dolinában az alkoholosztály volt, az a százágyas osztály volt, akkor volt Kiskovácsiba, ahol volt a fölvételes osztály, egy fölvételes osztály lényegében, azt kórháznak hívták, az volt a kórház a Pomázon, és volt a Kiskovácsiban még volt egy ilyen 81-es, ilyen rehabilitációs jellegű osztály, és körülbelül ilyen létszámú volt a Budakalászi is, tehát egy jó, nagy, és akkor ilyen módon hát bekerültem a elnökségbe, a pszichiátriai elnökségébe, akkor a szakmai kollégiumba. Szóval lényegében hát úgy tűnik, hogy mindenhová bekerültem, nem tiportam, mert fölkértek ezekre a dolgokra, úgyhogy ez úgy magától ment, és aztán... Jó, hát azért én azt tudom, hogy a szakmai környezetben azért az a hír járja, hogy ennek az évszázadnak itt azért az országban az egyik legnagyobb szaktekintélye voltál a pszichiátriában. Most én nem akarlak itt udvarolni, meg mit tudom én, de hát azért a környezeted, meg aki téged ismer, meg aki egy picit is tudja a életed munkásságát, az tudja nagyon jó, hogy mit képviseltél és mi volt. Én megtettem mindazt, amit hát tőlem ugye kitellett, és igyekeztem nyitva maradni mindenféle más irányzat irányába is, úgyhogy én nem eklektikus vagyok tulajdonképpen, annak ellenére, hogy Jung Egyesületben is alapítótag voltam, meg a szimbólterápiás relaxációs egyesületben. Jung hogy jött az életedbe? Hiszen, mint mondottad, volt a freudi analízissel kezdted. Na de hát közben ugye hát ez kiderült már, amikor a freudi első 2 év után kiderült, hogy van a Freud, van az Adler, és akkor hát ugye ezek különböző szintjeit vizsgálják az emberi léleknek, a Adler a felszínét, a Freud a személyes tudattalanját, és ott volt Jung ugye, aki mélyebbre ment, a kollektív tudattalommal, tehát az embernek, a emberiségnek kvázi a kollektív mi voltával is foglalkozott, és különböző filozófiai, teológiai, mondhatni ezotérikus. De ezt nem szeretik most hallani a jungisták, hogy Jung ezoterikus, mert éppen ezért támadják, hogy ezoterikus, misztikus, meg minden. De nekem ez szimpatikusak ezek az alternatív irányzatok is, és én mindig azt tanítottam, hogy el kell olvasni mindent. Hát ami nem, azt dobjátok ki, de ami jó, azt mindenben van valami, aminek valamiféle hasznát lehet venni, még a New Age szemeteknek is, meg mindennek, amit... Hát Jung a szinkronicitás könyvének a megírásához 500 párkapcsolatnak az asztrológiai horoszkópját használja fel. Hát ugye, és mondanom sem kell, igen, a Jung ebből külön foglalkozott, ugye,
Hosszanira írt az előszavat egy kínai alkimista könyv, az aranyvirághoz, és abban az asztrológiát nagyon méltatja. Persze olyan módon, hogy bizonyos föntartásokkal, és hát ugye nem a populáris nem, véleményekkel, hát hanem ezt úgy kell, egy kontextusba kell értelmezni. Hát a jékenget is használta, az igen, a kínai jóslag módszert is dobott pálcát. Tarot kártya iránt is érdeklődött. Igen, tehát igen, valójában igen. Ezek mind, hát igen, mert ugye, ha belegondolunk, ezek mindegyike megszólaltatja valamilyen szinten az embernek a pszichéjét, hiszen tele van olyan szimbólumokkal, és akkor itt visszatérve a kollektív tudattalanhoz, amit valahonnan az archaikus múltból hozunk magunkkal. Igen, és nem az, azt mondanám, hogy itt... aki lelkiismeretesen akar a betegekkel foglalkozni, mindennek utána kell menni, ami a beteg problémája, vagy ami a beteget érdekli. Hogyha a beteg nekem azt mondja, hogy az asztrológiai képenben, nem tudom, az aszcendensen milyen, és a hetedik házban ez van, akkor utána kellene mi ez. Na most ilyen módon az ember kénytelen, és én ezt végigcsináltam, hogy elolvastam ilyen alapdolgokat. Nem mentem bele, de legalább miről van szó. Hogyha valaki, mit tudom én, jóshoz járt, elmentem jósnőhöz is, hogy lássam, hogy milyen a, mit tud a jósnő. Szóval, amit a betegnek kell mondanak, annak utána kell menni. Ez volt a véleményem, és ilyen módon aztán eléggé széles, bár mondhatni nem elmélyült, hanem felületes ismereteim az elég széles körűek. Na most így a zen buddhizmus, buddhizmussal ugye, ahogy mondom, ott már régebben is a hadifogságból olvastam ezt a könyvet, de aztán talán komolyabb könyveket is, hát ugye akkor szisztematikusan először ugye a hinduizmust tanulmányoztam Baktai révén, akkor utána a buddhizmust, de valahogy annyira nem volt kielégítő, akkor a taoizmus volt az, ami nagyon megfogott a egésznek a elmélete. És hát a taoista gyakorlat is, ez a cselekedve, nem cselekedni elvezet nekem nagyon tetszett, mert én is ezt csináltam, én soha nem akartam nagyon semmit. Szándékoztam, ahogy ezt szokták mondani, nem akartam, mert ez mindig izzadságszagú az akarásra. Történjen az ember, történjenek a dolgok. Van egy karma, és aztán annak megfelelően az ember próbál annak a mentén menni, és azt igazgatni jobbra, vagy balra, vagy valamerre, mert lehet ugye a karmát bizonyos mértékig befolyásolni. És aztán így a kínai taoizmus a tanulmányozása után a kínai taoizmus jött, és akkor a csán buddhizmus. Ami hát ugye átvezetett ugye Japánba a Dogen és a Eisainak, a Rinzainak a dolgai. Úgyhogy hosszú időn keresztül ugye zen buddhista voltam leginkább. És most ugye az elmúlt 6-8 év alatt visszatértem a csánhoz, az eredetihez, tehát ott, ahol a japánok tanultak. Ezekhez a csán buddhista első 6 pátriárka dolgaihoz, és ez nekem kielégítő. Ugye a japánoknál ez a kicsit harciasabb buddhizmus, ugye a szamurájért meg ilyesben, azok imponálóak tényleg, meg ugye a kardművészete, meg ezek a prolékos dolgok, teja ceremónia, meg, de hát ez megvan Kínában is. Szóval mostanában inkább a taoista bölcseket szeretem olvasgatni, a Chuang-tzét, Lao-tzét, Lie-tzét, meg ezeket, szóval ezek mindig tudnak újat mondani.